Köszöntöm a mai Hírháttér nézőit, labdarúgás, kispályás labdarúgásról lesz szó, Horváth Antal a vendégem, a régi BAU Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság főszervezője. Véget ért az idei szezonnak az őszi szakasza, és a hétvégén meg Mikulás Kupa, ez a két téma, amiről beszélünk. Új lebonyolítási rendben indult az idei bajnokság. Mik a tapasztalatok, milyen volt? Foglald össze a televízió nézőknek. Üdvözlöm a nézőket én is. Hát az új rendről előző beszélgetésünkről beszélgettünk, két osztály, vegyes csapatok, különböző erőviszonyok. Nem két osztály, ugye? Tehát két csoport, igen, bocsánat. Igen. Különböző erőviszonyok, egy-két meglepetés azért született, A, B csoport, 19 csapat, 10 és 9 csapatos csoporttal. Ez mennyi rész, ez, amikor elindult a bajnokság, ez milyen létszámnak felállt meg? Voltunk már ilyen sokan, vagy voltatok már ilyen sokan? Tavaly azt hiszem egyel többen voltunk, tavaly előtt viszont csak 13-an, úgyhogy most egyet visszaléptünk. Valaki később nevezett, szeptemberben akartak becsatlakozni a bajnokságba, valaki pedig nem jöttek össze létszámra. A mérkőzések tapasztalataiból, vagy a csoportok kialakításából azért az leszűrhető, meg ahogy én is hallottam, meg aktív résztvevőjeként, hogy azért a két csoport között van erőben különbség. Van erőben különbség. Tavaly első osztályosok egy része inkább a B csoportba került, valamint a másodosztályos erősebb csapatok is oda kerültek. Az A csoportban pedig a előrejelzések alapján az első három hely az szinte borítékolható volt így őszre. Hogyan néz most ki a tabella az őszi szezon zárás után? Hát az A csoportban a Kalor csapata vezeti a tabellát, úgyhogy még nem játszott a második helyzet a FHK-val, a harmadik pedig a rutinos Opel csapata. A B csoportban ott sok elmaradt mérkőzés volt, ugyanis két csapaton múlik egy mérkőzés, egyik nem tud kiállni, vagy esetleg időjárási viszony nem engedi, akkor halasztás van, és nem jött össze a pótlás, így tavasszal fognak lejátszani ezeket az elmaradt meccseket. Ott a külvárosi csapata vezeti a tabellát, a második a Mennydörgés, a harmadik a Mézsik Moson csapata talán. Mit tesznek lehetővé a szabályok? Hányszor lehet halasztani egy szezonon belül? Egy szezonon belül egy csapatnak kétszer lehet halasztani, úgy, hogy 24 órával a mérkőzés előtt bejelenti a szándékát. Mennyire volt a sportszerűség tükrében fel ez a bajnokság? Hogyan álltak egymáshoz a csapatok? Egy kivétel volt, amúgy nagyon sportszerűen zajlik szerintem. Az egyik mérkőzésen volt egy igazolatlan játékos, amikre utólag fény derült. A csapat meg is kapta a büntetését, pont elvonást, és az döntetlenre sikerült ez a mérkőzés 3-3, és az ellenfélnek jóvá lett írva 3-0. Van a korábbi évekhez képest valamiben előrelépés? Rendezés körülményei között a játékvezetésben korábban azt sok kritika érte. Mik a tapasztalatok? Bízom benne. Igazából a tapasztalatokat a részvevőktől kell megkérdezni, hogy hogy érzik. Játékvezetőkben mindenképpen úgy érzem, hogy van előrelépés. Bán Attilával, Angyal Lajossal, Sándor Ferenccel, valamint Lévei Gábor játékosként csatlakozott a játékvezető brigádhoz, akire idáig a különböző játékosoktól csak jót hallottam. Szervezésben a szponzornak köszönhetően labdákat tudtunk csapatonként biztosítani, akkor külön megkülönböztetőt, valamint a műfős pályának a hálóját is a kispályás csapatok segítségével tudtuk megújítani. Van-e olyan eredmény, vagy olyan csapat, akinek a szereplése meglepetés pozitív vagy negatív irányba számodra? Hát negatívként a Grund FC csapatát mondanám, akik tavaly első osztályos helyezést értek el a másodosztályban a bronzérmükkel. Ők most az A csoportban az utolsó helyen vannak. Ugye a meglepetés talán még a B csoportban a Mézsik Moson csapata a jó szereplésével. Többen kérdezték tőlem azt, hogy de ki lesz a bajnok? Hogyan derül majd ki jövő nyáron, hogy ki lesz az idei bajnok? Hát a két csoportnak az első két helyezése egy Final Four-t játszik végül is. A1 a B2-vel, B1 az A2-vel. A győztesek a döntőt, a vesztesek pedig a harmadik helyezésért játszanak. Lesznek külön csoport bajnokok, vagy csoport 1-2-3? Ez miért hát, most külön nem, de mindenképpen a harmadik helyezetteknek egy oklevelet, vagy pedig még addig kérdéses valami jutalmat próbálunk biztosítani.
A hétvégén talán az egyik legtradicionálisabb teremtorna is hát elindul itt Moson-Magyaróváron, vagy a véget is érne tulajdonképp kétnapos a Mikulás kupa. Mit kell erről tudni? Hát én most már harmadik éven szervezem. Végülis bárki játszhat, az elején egy ilyen alsó 16-os korosztályt megszabtunk egészségügyi, meg mérettani dolgok miatt. Sokan volt erre példa jó pár évvel ezelőtt, hogy csak azok szerepelhetnek ezen a Mikulás kupán, akik a városi bajnokságban játszanak, de a létszám miatt alacsony volt, ezért bárki. Idén Bükkfürdőről is jön csapat, Győrből jön csapat, környező falvakból. A tervek szerint hány résztvevője lesz az idei Mikulás kupán? Hát a maximum, amit el tudunk fogadni nevezésre, az 24, ez november 30-ig. Idáig 19 csapat nevezett. Milyen játékerők lesznek, mik az előzetes jelentkezések után mik a benyomásait, amilyen csapatokkal számolhatnak? Hát a nagyon erőstől az amatőr baráti társaságig, NB1-es labdarúgók, utánpótlás válogatottak is jönnek. Jönnek teljesen ismeretlenek, jönnek olyanok, akik már tavaly bizonyítottak, Lébényi, Jimmy Pizzeria csapata tavaly megnyert, idén újra jelentkeztek, jönnek Kálnokról fiatalok, jön a hotelajta idősei csapat is nevez, úgyhogy teljesen vegyes. Hogyan lesz lebonyolítva a torna? A torna az két nap lesz lebonyolítva, szombaton lesznek a csoportmérkőzések, három csapat van egy csoportban, mindenki eljátszik, az első kettő jut tovább, és másnap egyenes kiesés, attól függ, hogy hány csapat jön össze. Játékvezetésről mit kell tudni, illetve milyen szabályok szerint zajlik majd a bajnokság? Vagy a tovább kupa? 2x12 perc lesz egy mérkőzés, 4+1 csapatonként. Játékvezetésről azt kell tudni, hogy szombaton évzáró lesz a játékvezetőknek, úgyhogy azért sikerült játékvezetőket szereznem a tornára. Angyal Lajos, Sándor Ferenc és Györke Zoltán fog valószínűleg szombaton fújni. Vasárnap pedig a Bán Attila, valamint valószínűleg Bálint István lesznek a játékvezetők. Mikor lesznek a döntők, elődöntők? Elődöntők azok vasárnap 3 órától döntőbe jutásért, 3:30-4. 4 órakor lesz a harmadik helyért és 4:30-kor a döntő. Térjünk még vissza a kispályás bajnokságra, ugye most egy ideig szünet, aztán hogyan lesz a folytatás? Hát általában tavasszal, márciusban szokott kezdődni, ahogy a nagypályás bajnokságok elindulnak, igaz Műfőn lehetne előbb játszani, de senki se akar megfázni, úgyhogy nagyjából márciustól indul. Próbálom úgy szervezni, hogy az elmaradt mérkőzésekkel kezdjenek a csapatok, amik őszről hátra maradt, és úgy május végéig szerintem le fog zajlani a csoportmérkőzések, és akkor június elején lenne ez a Final Four. Akkor a hétvégén Mikulás kupa a Mogacban, illetve tavasszal jön a folytatás a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban. Remélem a kispályás foci is jó téma volt a mai adásra. Örülök, hogy bennünket választottak, a kollégáim nevében búcsúzom, viszontlátásra!